Hello, sziasztok, ez itt a Royal Movies, én Jazzy vagyok. Én pedig Spiller. Mai témánk pedig a Sin City 2 lesz, vagyis hát igazából az első részről is fogunk beszélni, tehát így a két részt fogjuk összegezni. Hát Spiller, elég sokat kellett várni erre a második részre, 9 évet. Mit szólsz hozzá? Hát azt én nagyon soknak éreztem, ez konkrétan az eset, amit ugye a Batmannél is mondtuk, hogy az igen hosszú És volt. hát ugye ott is 8 év telt el, ott is sokallottuk. Igazából a Batman-nel kapcsolatban az volt, hogy ott 3 év telt el a valóságban, és ott csak a történetben telt el 8 év. Itt meg ugye a valóságban telt el 9 év, és igazából történetben meg, tehát igazából ott meg nulla. Ott meg Igen. igazából onnan folytatódik, ahol abba maradt. És hát elráncigáltál rá moziba is, hát nem igen most nagyon-nagyon haragszom is rád. Az első rész még úgy, ahogy tetszett, a másodikgal nekem csak az volt a bajom, hogy egy felesleges, kicsit erőltetett folytatás volt, de igazából a film felépítése az jó, mert itt is ugyanaz van, mint az egybe, hogy három, vagy nem tudom hányféle cselekményt mutatnak. Hármat. Háromféle fő cselekményt mutatnak be, és akkor ugye mindig az aktuális karakter narrátorként meséli el a történetet, és nekem ez tetszik a filmmel kapcsolatban nagyon. Ugye ezt kérdeztem valakiktől, ugye mondták, hogy ezt furcsálják ők, de nekünk tetszett, bejött. Még azt mondom, a moziban még két emberke mondta is, hogy hát ez, mondom, hát gyerekek, nem láttátok az egyet, hát ez volt felépítése ugyanannak is. Ugyanaz, igen. És... És ugye az egyben, bocsánat, még Quentin Tarantino is vendég rendezőként így van, volt. Így van, azt elfelejtettem mondani. És hát mivel is akartam folytatni. Tehát ugye 2005-ben jelent meg az egy, 2014-ben a második. És nekem különösen tetszett a filmmel kapcsolatban ez, zárójel bezárva, mondtam egy évszámot, hogy van ez a sötét, fekete-fehér tónusa a filmnek, ami abszolút kiemeli ezt a bajos, nyomasztó hangulatot, meg ezt a bűnözést. És ez abszolút jó ötlet volt a filmmel kapcsolatban, meg ez a képregényisített, képregényes feeling is, illetve mikor a kamera nézetek belassulnak, felgyorsulnak, ezek abszolút ehhez a filmhez nagyon illettek, és ez nagyon jó ötlet volt, akárki ötlete is volt. Igen, és hát ugye ez a film kapcsán még annyit, hogy ugye ez kategória, hogy ugye ez valakinek tetszik film, vagy nem tetszik film. Igen, mert most én is rámondtam neked, hogy ez biztos, hogy egy szar film, de igazából nem szar film, én azért mondtam, hogy szar, mert én az ilyen öldöklős, vérengzős thrillereket nem szeretem, de most a kritikus szemmel nézzük a filmet, akkor igazából ez a saját kategóriájában szerintem kiemelkedő, és teljesen rendben van, főleg az első része. Én pedig pont fordítva vagyok, mint te, én nekem az első rész nem jött be annyira, nekem ez a második, ez most úgy sokkal kis lazább lett, úgy értve, hogy nincs annyi vérengzés, öldöklés, hogy Bruce Willis 6 szobájból övik, azt a semmi gond. Ja, hát az igen, az túlzás volt egy kicsit, de viszont annak örültem, hogy voltak elég egy pár visszatérő karakterünk is, színészünk, ugye Jessica Alba is visszatér, Bruce Willis, szerintem Mickey Rourke is benne volt, hát persze, a főszereplő. Hogy be lett volna benne. Illetve, nem tudom, most az első részben volt még, aki benne volt a másodikban. Nem tudom. A többi az már igazából új volt, nem? Hát ugye a Batmanből most megint segíts, mert most megint nem jut eszembe a neve. Joseph Gordon-Levitt. Azaz, tehát ő volt az új karakter, újabb kiemelkedő karakter igazából. Aki szerintem zseniálisan eljátszott a szerepét, és hát, jó, jó megindult is. Most, elszaladt meg azzal a színésszel a szekér, az biztos. Az felemelkedés megadta neki a kezdőlöketet elég rendesen. Hát aki még van, akit ugye, bocsánat, akit említett, Eva Green, ő ugye mind a kettőbe szerepel. Ő így van, azt nem mondtam, igen. És ugye volt itt ez a Josh Brolinos, ugye aki más játszott, tehát az egybe, aki kb. Ugye a második szörnynál a közepébe volt. Ő ugye a ilyen oszplasztika, vagy nem tudom mit csináltak, és ő. Tehát ő is jól eljátszotta a szerepet, tehát visszatérve erre. Úgyhogy ezt is frankon megoldották szerintem. Hát Jessica Alba pedig, hogy már én a Fantasztikus 4-jel is kifejtettem, nekem nagyon tetszik. Hosszú hajjal, hát vagy rövidítettök mindegy. Hát hűsugárzással, hogyha most 10 év múlva csinálnak egy harmadik részt, bővebben bele, szerintem. Az biztos. Ezzel a karakterrel. És nekem a filmmel tetszett az is, hogy abszolút logikus. Nekem tetszett ez a párhuzamosan felépített cselekménysorozat, ugye, amit már az előbb mondtam. Tehát nincs benne összekuszált sztori. Frank Millernek hála. Pedig a film lehetett volna könnyen egy zagyvalék is, mert ebbe a kategóriába voltak már régebbi próbálkozások, amik elég gyengén sikerültek, de ezt a filmet nagyon jól megoldotta, és könnyen félresikladhatott volna a történet. Meg még Eva Green annyit, hogy hát ő is nagyon jól hozta a szerepet, ilyen végzett asszony a beütés, volt ja. Igazi gonosz asszony.
megadta azért a menetét a Sin City 2-nek, és nekem még aki nagyon-nagyon tetszett, ugye Joseph Gordon-Levitt mellett a fő gonoszunk, ugye a jaj, milyen szenátor? Nem tudom. Rourke szenátor, igen. Ahogy így néha így előbukkalt a sötétből, azért ott a moziban azért igen de viszont volt. Nem tudom, arra figyeltél-e, szerintem mind a két résznél előfordult olyan, mint például egy bizonyos karakter, vagy valamilyen tárgy színes tónus kap a filmbe. Igen, igen, azon meglepődtem én is, hogy most itt akkor most ebből mi lesz, de aztán végül is tehát ugye nyilván főbb valami karaktereket ugye kiemelték. Néha, ami abban a párbeszédben, szituációban főbb momentum, azt kipróbálják emelni ilyen színes tónussal. És hát elég sok híres színésszel el van látva ez a film, akik, hát most nagyon szellemes leszek, színesebbé teszik ezt a filmet. Igen. Hát ez egy tipikus amerikai thriller, mint mondom, vérengzős, öldöklős, aki szereti ezeket a fajta filmeket, annak igazából egy kötelező darab. Igen, ahogy ugye mondtam, korábban is tetszik, nem tetszik, akinek nem tetszik, az ezt se fogja megnézni, akinek pedig tetszik, az pedig igen, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy jó film a kategória, ebben a saját kategóriában, de mivel én az ilyen típusú filmeket nem szeretem, én most nem is szeretnék pontozni kivételesen Spielberg. Viszont, mikor ugye kijöttünk a moziból, ugye mondtad, hogy Bruce Willis karaktere nem, vagy hát ő ugye nem kapott sok szerepet, és hát ez nem tetszett neked. Hát nem. Ugye az egybe főbe lőtte magát, vagy hogy amúgy vagy a száj, tette a fegyvert. Hát nem tudom, most egy halott nem játszott annyi szerepet, nem vagy. Vagy hát egy kicsit többet is szerepelhetett volna. Ja. Ugye a végre inkább Jessica Albára, vagyis Nancy-re hát már, itt már nem a Bruce Willisre fókuszáltak, igen, már inkább a történetben, inkább más volt, mások voltak a középpontban. Igen. Igazából ez egy visszaemlékezés volt, igazából jelen volt szerintem inkább, mert igazából fontossága nem volt a filmben. Tehát igazából ennyi erővel akkor nem is kellett volna, hogy benne legyen. Én pedig Mickey Rourke-ot láttam egy kicsit haloványabbnak szerintem, mind az egybe volt. Nem tudom, lehet, hogy direkt csinálták így, vagy véletlenül, lehet valamit ki akartak ezzel úgymond emelni. Hát nem tudom, nem de tudom, most a kameranézetre visszatérve, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, mondtuk ezt a kameranézetet is, hogy milyen jó volt, meg ilyen képregényes feelingje lett a filmek. Ha emlékszel, voltak már más filmek, amiben a rendező elég különleges kameranézetet használ, például a Hulk első részében is volt, most csak zárójelben mondom, mert amúgy nem tartozik ide, hogy abban is volt például, hogy volt egy cselekmény, és akkor a képernyő három felé van osztva, és akkor más kameranézetből mutatják ugyanazt a jelenetet. Uh-huh. Tehát a Hulk első részén is volt, nem tudom, emlékszel arra, mert az is már 10-12 éves film. Tehát voltak már ilyen dolgok. És például a Nagy Gatsby, az is például a régi időkben játszódó film, de mégis nagyon erősen színes tónust kap az a film, és nekem az tetszett, úgyhogy az nekem is tetszett. Mostanság látszik, úgy gondolom, hogy akkor ezeknél a filmeknél nem is a sztorival vagy a szereplőkkel, hanem most már egyre jobban figyelnek arra, hogy legyen egy egyedi kameranézeti stílusa a filmnek, vagy éppen színskálája. Hát akkor én összegezve, amit előbb is mondtam, hogy nekem az első nem tetszett, nekem ott csiklott ki az egy, hogy ugye a fő ellenség a végén ez a sárga emberke. De akkor a második rész végén az az apja volt annak a rohadéknak? Igen, tehát a Rourke szenátor ugye ő meghatározó alakja az egynek is, és ugye az ő fiát alakítja ez a sárga Mugika, aki az nem tudom hogyan jött, átoperálta magát, vagy buf. Hát én nem tudom. És azt mondta Jessica Alba, hogy ne csak gundorító, tehérna nekem ott, hát ott vég az egy Sin City egynek. De nekem ez a de nekem ez a kettő, ez kicsit lágyabb, jobban össze volt rakva szerintem. Tehát a Jessica Albával most nem tudjuk mi lesz, azt a mocskot elintézte, tehát akkor most lezártnak tekinthetjük. Igen. Aztán hát majd lehet, reméljük, hogy hát 20 év múlva lesz egy harmadik valamit része, meg kitalálnak. Utólag. Más nem tudok elmondani róla. Mondtam, hogy nem lesz könnyű dolog, olyan nehezen találtuk a szavakat már, amikor beszélgettünk is róla. Nem, nem hát, tudtunk nem, igen. Mondani róla. Nehéz jó volt ez. Ez majd kárpótás ér ki el, Jay-Z, úgy nézem a szemedben. Hát még mindig nem bocsátottam meg, hogy elrángattál moziba, úgyhogy na mindegy. Hát akkor ennyit szerettünk volna, jók legyetek, aztán majd jövünk. Hát majd valamivel jövünk, nem tudjuk, hogy mikor. Addig is sziasztok! Hello!